Eszter, hol láttál meg először? Hát egy érdekes helyen láttalak meg, ami egy busz megálló, nem az álmomban, hanem éppenséggel egy busz megállóban láttalak meg, de csak a hátadat láttam, úgyhogy nem láttam az arcod, meg hogy ki is vagy pontosan, de úgy érdekes volt, mert valahogy felfigyeltem rád, hogy hát ott el egy csávó, nem is voltak igazából sokan abban a megállóban. És nem volt konkurencia. Nem volt konkurencia, ez biztos. És ami érdekes volt, hogy emlékszem arra, hogy beszálltál egy kocsiba, elmentél, akkor fel is felejtettem ezt a dolgot, és aztán mi is elmentünk egy bizonyos helyszínre, egy evangelizációs programra szolgálni, és az volt az érdekes, hogy hát ott viszont láttalak, vagyis kiszálltam az autóból, és akkor ott volt a busz megállós fiú, és akkor jöttél és bemutatkoztál, hogy szia, Tamás vagyok. És ez egy érdekes tapasztalat volt, hogy hát igen, valakire felfigyeltem a megállóba, és fél óra múlva már be is mutatkozik nekem egy olyan helyszínen, ahol nem számítottam volna, hogy meg fog jelenni. Uh-huh. Milyen volt az első randink? Hát... Az első randink? Az első randi az első találkozás? Remélem igen, mert arra emlékszem. Igen, hát az első találkozás, amikor kettesbe találkoztunk. Igen, arra gondoltam én is. Jó volt. Rövid válasz. Nagyon jó volt. Jó, tényleg jó volt. Jó élményként maradt meg nekem. Igazából izgultam azt, hogy na, hogy most mi lesz, mi nem lesz, és hogy fog ez most alakulni. Most az a lány, aki szimpatikus volt, és most akkor tényleg tudok vele találkozni, akkor most ez most milyen lesz, akkor hogy el lehet-e szúrni, ugye, és akkor hogy nem mondjak hülyeséget, meg ez az, és igazából jó volt, sokat sétáltunk, beszélgettünk, igazából most és hogy sokat sétáltunk, beszélgettünk, azt hiszem elmentünk a várba, és akkor ugye én egy kicsit azért felkészültebben jöttem. Én nem tudtam, mire számítsak. Igen, én felkészült. Nem készítettél fel. Hát ez jó is volt így. De az a lényeg, hogy felkészültebben jöttem, és akkor ugye elmondtam ugye a szándékaimat, hogy tetszel, és egy szimpatikus lány vagy. És ja, igazából vagány volt. Aztán mondtad, hogy később, hogy fájt a lábad, hogy sétáltunk, és felsértett a cipő. Hát és igen, szólhattál volna, hogy Tamás, vigyél haza, vegyél fel, vigyél őbe haza, vagy valami. Hát azért sejtetted, hogy én is örültem a találkozásnak, úgyhogy inkább elviseltem a fájdalmat, aminek még ma is látszik a nyoma, de értelme volt ennek is. Ja, jó volt igazából, jó emlék marad. A vége volt kicsit ilyen stresszesebb. Nagyobb volt a vérnyomás, nagyobb volt mindjárt szembe jut a feszültség. Ugye amikor feltettem feléd a kérdést, hogy akkor most ebből udvarlás lesz-e, vagy nem? Hogy udvarolhatok-e neked, vagy nem, az érdekes volt. Vagyis jó élményként marad meg, és hogy nagyon örülök annak, hogy úgy tettem, ahogy tettem, és, de azért biztos megleptelek. Hát meg is leptél, hogy nem tudtam, hogy egyrészt nem tudtam, hogy mire számítsak ebben a találkozásban, és már úgy az is meglepő volt, hogy mennyire nyílt lapokkal játszottál így a beszélgetésünk folyamán, amiket megosztottál magadról. De mégsem számítottam erre a találkozás lezárási kérdésre, hogy udvarolhatsz-e nekem. És hogy úgy meg is lepett tényleg, mert kicsit azt látom a mai fiatalokban, mai férfiakban, hogy ilyen kérdés nem igazán tesznek fel, hanem így hát elkezdenek ismerkedni. Nem biztos, hogy tudják, hogy most mi van, most ismerkedünk, most tetszek-e neki, vagy ez most miről szól. És talán ezért volt váratlan, mert hogy manapság szerintem nem gyakori, de hogy... Nagyon-nagyon pozitív élmény maradt, és azt szerintem ezáltal is így jobban megtetszettél, hogy megtiszteltél tényleg ezzel a kérdéssel. Milyen volt számodra, hogy hosszasan ismerkedtünk? Jó volt.
Ez a konkrét válaszom. Jó volt igazából, az volt ugye, hogy már mondtam, hogy na hát akkor ez a lányai meg akarok ismerkedni, és próbáltam már az első pillanattól komolyan venni, hogy nekem ez a lány tetszik, én ezt a lányt meg akarom ismerni, és hogyha Isten is azt akarja, akkor talán még össze is házasodhatunk. És elég komolyan gondoltam a veled való ismerkedést, és egyáltalán nem zavart a hosszabb ismerkedés. Ugye jött az első hónap, és akkor ilyen egész vagány volt, és ezen talán nekem már az első hónap után már megfogalmazódott, hogy nekem ez a lány tetszik, és hogy én szeretnék vele járni. De ugye az volt, hogy neked én voltam az első párkapcsolatod, vagy az első komolyabb ismerkedésed, vagy nem is tudom. A legkomolyabb. Igen, igen, a legkomolyabb ismerkedésed, és akkor én készültem arra a dicsőséges rangra, hogy az első barátod, pasid, és emiatt ugye tőled egy picit lassabb volt, és akkor ugye, hogy ezt megértve, nem is akartam olyan elsietetni, hogy legyenek úgy, hogy én akarom, hogy hanem lehet, hogy én már úgy éreztem, hogy na, én láttam benne az értékeket, és láttam, hogy én el tudnám ezt képzelni, mm-hmm. és utána igazából próbáltalak téged bevárni, hogy megvárni, vagy remélni, meg imádkozni azért, hogy ez összejöjjön. És igazából nem volt egyáltalán rossz, hogy ennyit tartott, mert nagyon sokat imádkoztam, meg nagyon sokat gondolkodtam, hogy akkor hogy is lesz, hogyan is nem lesz, és emlékszem arra a napra, amikor végül összejöttünk, és akkor ilyen nagyon jó felszabadult érzés volt, és nagyon hálás voltam az Istennek, hogy tényleg összejött, és sikerült, és akkor ez az atyám, és nagyon jó élmény volt ezt így végigcsinálni. És jó volt, jó élmény volt, tetszett. Nem akartam mondani rövidebben. Nekem is majd olyan jó élmény volt, hogy ilyen hosszas volt az ismerkedés, mert ahogy mondtad, hogy voltak ismerkedéseim, de hogy komolyabb párkapcsolatom nem volt ezelőtt, és hogy nekem kellett valójában ez az idő, hogy megszokjam ezt az új állapotot, és hogy tényleg beszéljek a jó Istennel, hogy ezt hogyan látja, hogy akarja-e, mert én se akartam úgy belelépni egy kapcsolatba, hogy ez most az én vágyam, és azért, mert nem volt párkapcsolatom, hanem mindenképp a Jóisten véleményét kikérni, és nekem kellett ez az idő, hogy ez így letisztuljon bennem, hogy igen, akkor én ebbe bele szeretnék vágni. Volt olyan dolog a múltamból, amit nehezebben tudtál feldolgozni? Hát igen, volt egy dolog, ami kicsit így számomra nehezebb volt, de hogy azzal már így az első találkozásunkkor szembesültem, mert ugye, mint mondtam, nagyon tiszta lapokkal játszottál, és elmondtad, hogy ki vagy, hogy milyen múltad volt, és elmondtad azt is, hogy volt egy kapcsolatod, ami nem volt tiszta, és hát az elején ez így nem lepett meg, mert igazából elnézve így a mai fiatalságot, ritkaság azt, hogy egy 18 éves fiatal még szűz lenne. Viszont mikor már így komolyodott a kapcsolatunk, akkor így feljött bennem, hogy hát volt bennem azért arra vágy, hogy majd a férjem tiszta legyen. És kellett egy idő, ameddig ezt el tudtam engedni, és úgymond meg tudtam bocsájtani neked. És ami nagyon sokat segített, az volt, hogy nem úgy voltál ezzel, hogy te ezt nem bánod, és ez megtörtént, és ez így rendjén van, és hogy jól van, hanem tényleg ezt te bántad, és az akkor történt, amikor még nem ismerted a jó Istent. És hát ez volt az, amit nehézebb volt elfogadni, de hogy jó Isten megtanította arra, hogy nála egyrészt van második tisztesség, és hogy ő teljesen tisztává tett téged, és nem ez a mérvadó, és hogy ezzel együtt szeretlek téged. Honnan tudtad, hogy azt akarod, hogy én legyek a feleséged? Hát. Ez egy jó kérdés. Honnan tudtam, hogy azt akarom, hogy te legyél a feleségem?
Hát nagyon sokat imádkoztam igazából ezekért a dolgokért. És akkor, ahogy már mondtam, amikor megtetszettél, és amikor már kihívtalak, már akkor úgy jöttem, és úgy mentem, úgy voltam jelen, és úgy próbáltam jelen lenni igazából végül kapcsolatban, hogy nem szeretnék veled hülyeskedni, sem magammal se vele, nem akarom egymás idejét húzni sem, ez az egyik, és aztán az, hogy igen, próbáltam ezt amennyire lehetőleg komolyan venni, és ja, szerettelek. Ez volt talán az első főérv, hogy azt éreztem, hogy mennyi, több ideje voltunk együtt, ugye, több mint 2 éve voltunk együtt, és akár meg volt ez a vallási különbségek, átéltük, így igen, summáztuk, hogy na, ez így ennyi volt, és most ez így lezártuk, és valahogyan azt is úgy lezártnak tekintettem, és akkor azt éreztem, hogy te el akarsz engem fogadni, én el akarlak téged fogadni, és azután meg azt éreztem, hogy most már nincs, amitől visszatartson igazából, hogy én szeretnélek, tetszettél, akartam ezt, és ez volt az egyik, vagy ezek voltak az okok. Meg persze az egyik legfőbb ok az is, hogy Isten szerint akartam élni ezt a párkapcsolatot, akarom élni most is, és az az igazság, hogy ha Isten szerint akarod élni, vagy ha Isten szerint akartam élni, ez az egy nagyon fontos része volt, hogy akkor tisztán megélni először is a párkapcsolatot, és maga azt, hogy a végén házasságban végződjön, és hogy nem azért végződjön házasságban, mert nekem sokkal jobb lenne, hanem azért, mert ez is az Úrnak a dicsőségére van. Azért van, hogy az ő dicsőítse, nem pedig engem, vagy téged. És akárhogy már, hogy vele kezdtem, vele kezdtük, akkor továbbra is vele csinálni, és nem akartam őt kizárni. És amikor már jött akár fel bennem az, hogy ez a lány, akkor a hívásra, utána, amikor megjött a hívás, akkor lehet nemet mondani, ugye, de nem érdemes a hívásra nemet mondani, mert akkor ez az én utam. És nem féltél attól, hogy fiatalok vagyunk? Ja, dehogy nem. Szóval, hogy ezt a múltkor is beszéltük, hogy hogyan is látsz engem, egy olyan ember, aki nem áll készen, de nagyon buzgó, és akkor nagyon vágyik, nem áll készen, de úgy próbálkozik, megtesz mindent, minden, és ugyanezt gondolom most is, hogy nem, szóval, hogy nem állok készen még rá a házasságra, úgy gondolom, hogy nem vagyok még felkészülve, de reméljük, hogy majd napján fel leszek. De a másik az, hogy túl fiatalok vagyunk, hát igen, túl fiatalok vagyunk, de hát szeretlek, mikor megházasodunk, 22-23 évesek leszünk, az nem olyan vészes, szerintem. Én se tartom vészesnek. Szerintem egyáltalán nem vészes. De a másik dolog mondtad, hogy úgy nem érzed magad annyira felkészülve, szerintem nem lehet teljes mértékben fölkészülni. Uh-huh. Tehát, hogy se akkor, mikor 26 évesek leszünk, se akkor, mikor 30, és hogy épp erről szóra jegyesség, hogy készülünk folyton. Uh-huh. És szerintem akkor, amikor megkérted a kezemet, akkor közelsebb voltunk ennyire fölkészülve. Tehát nagyon-nagyon sokat jelent ez a jegyesség időszak, hogy a rengeteg beszélgetés, és a tudatosság ebben, hogy mi tényleg arra készülünk, hogy összekötjük az életünket. És hogy erre készülünk, de hogy sosem tudunk teljesen, nem tudjuk azt mondani, na most meg vagyok, és akkor mehetek, és most mindent fogok tudni, úgy, mint például gyerekvállalásnál. Sose érezzük azt, hogy na most úgy készek vagyunk erre a dologra. Az a kérdés, hogy a környezetünk hogy reagált arra, hogy ilyen fiatalon összeházasodunk? Hát nem mindenki reagált jól, tehát a baráti közösségünk az tényleg úgy eléggé támogató volt és bátorító is, hogy nagyon látták ennek az értékét, és a baráti közösségünkben egyrészt úgymond normálisnak tekinthető, hogy
ilyen korban, tehát nem 30-30 valahány évesen házasodnak az emberek, hogyha már azt érzik, hogy tényleg Jóisten ezt akarja, és mi is akarjuk. A rokonság az lehet egy kicsit nehezebben reagált a fiatalságunk miatt, és hogy kellett egy időszak, ameddig ezzel így megbarátkoztak, de hogy az volt ebben áldás, hogy ha bár egy nehéz időszak volt, ameddig elfogadták, és mi is azt megéltük, hogy nem lelkesednek a gondolatért, hogy ez idő alatt ezekben a harcokban, ezekben a nehézségekben jobban megerősödtünk, hogy jobban elköteleződtünk egymás mellett, és tudtuk azt, hogy igen, ezt mi szeretnénk, és nem hóborból, nem azért, mert most lángolnak az érzelmeink, és hát akkor tegyünk valamit, hanem azért, mert mi ezt átgondoltuk, azért, mert mi sokat imádkoztunk, és azért, mert én szeretni akarnak téged, és akarom, hogy a Jóisten akarata szerint éljünk. Ja, az tényleg így volt. De igazából így, most akár visszagondolva, hogy bizonyos emberek jól, meg rosszabbul reagáltak, én nem cserélném le, szóval, hogy ez pont így volt, jó, ahogy volt. És ez így volt megerősítő az egészben. Nekem nagyon így volt megerősítő, és jó volt olyan szempontból tényleg, hogy ez egy nagyon komoly dolog, és erre fel kell készülni, itt kell lenni, és szerintem nagyon jó volt. Meg nagyon jól esett bizonyos beszélgetések, akár a Budapesten lévő pár közössége emberrel, és hogy tényleg, amikor beszélgettünk, az nagyon jó volt. Az, hogy én szerintem az is jó volt, hogy ezt közösen próbáltuk megoldani, hogy na, ez most mi van, és akkor próbáltunk ugye tanácsot kérni, hogy visszamenjünk az előző kérdésekre, hogy akik tényleg már átéltek ezt hasonlót, az nagyon vagány volt velük beszélgetni, megerősítést kapni ezekben. Szóval én nagyon pozitívan látom, nagyon pozitívan látom, és viccesek voltak, vagy vicces forrásak voltak a haverok. Emlékszem vissza, hogy Tamás, megházasodni? Hát az igen. Hát én hol vagyok? Még most is vicces, amikor pár ember nekem elmondom, hogy az igen. Az jó. Ebben az a legjobb, hogy tényleg ez a mi döntésünk, és ez megerősítő. Köszönjük, hogy megnézted a videót! Ha tetszett, akkor iratkozz fel a csatornára, és oszd meg másokkal is!